Május 25-e óta alkalmazandó a GDPR, vagyis az általános adatvédelmi rendelet célja az egyenszilárdságú jogbiztonság megteremtése az EU állampolgárainak, valamint a tagállamok között megbízható adatáramlás biztosítása. Köszöntöm a stúdióban dr. Bodó Gergelyt, ügyvéd úr. Tisztázzuk először is, hogy pontosan mi is ez a GDPR, és mi a különbség a korábbi adatvédelmi jogszabály és e között. A GDPR alapvetően komoly változásokat tartalmilag nem hoz a jelenleg hatályos vagy korábban hatályos infótörvényhez, azaz a magyar adatvédelmi jogszabályhoz képest. Abban van óriási különbség, hogy az azok, azok a vállalkozások, akiknek kötelező ezt alkalmazni, sokkal kiterjedtebb a köre. Korábban alapvetően a nagyvállalkozók, közszolgáltatások alkalmazták az adatvédelmi szabályokat, most pedig már egészen kis vállalkozások, egy egyfős egyéni vállalkozó is köteles betartani bizonyos szabályokat. Mik azok az adatok, amiket feltétlenül védeni akar ez a rendszer? Tulajdonképpen bármilyen személyes adat, a érintetteknek a neve, címe, születési adatai, de ezen túlmutat. A 21. században nem feledkezik meg a IP címekről és online azonosítókról, a bizonyos helymeghatározó adatokról, amit ugye a telefonunk kommunikál bármilyen irányban, bizonyos mobil keresztül, fontos odafigyelni a kamerákra, a legtöbb vállalkozásnak már azért van minimális egy-két kamerája, és odafigyel a biztonságra, az arcképem személyes adat, erről engem tájékoztatni kell, hogyha én bekerülök a kamera felvételre. Mi a teendő az egyes típusú adattárolás mentén? Alapvetően én azt szoktam mondani, hogy négy fontos dolgot kell végig gondolni minden egyes adatfajta tekintetében. Külön az adatfajta alatt, külön értem, hogy a névre, a címre, a online azonosítóra vonatkozólag, Gondoljuk végig, hogy megvan-e a jogalapunk. Tehát például azért kezelem azt az adatot, mert kötelezre a adózás rendjéről szóló törvény, azt mondja, hogy a számlaadatot kezelni kell. Hogyha megvan a jogalapom, akkor mindenképpen tájékoztatnom kell az érintetteket. Alapvetően ez az, ami a legtöbb vállalkozást érinteni fogja. És mi az, amiről tájékoztatnom kell? Tehát mi, mi kell szerepeljen egy ilyen adatvédelmi tájékoztatóban? Az, hogy milyen jogai vannak, hogy milyen adatokat tárolok az érintetről, esetleg kinek továbbítom, nyilvánvalóan fogom továbbítani például a számlának az adatát a könyvelőnek, feltételezhetően nem saját magamnak könyvelek, illetve hogy esetleg kihez fordulhat bizonyos érdeksérelem esetén. Mik azok az esetek, amikor az engedélyét kell, a hozzájárulását kell kérjem egy ügyfélnek? Én azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor semmi máshoz nem tudok nyúlni, hiszen az a legbonyolultabb, mindig a legnehezebb beszerezni a hozzájárulást, amikor kezelni akarok például egy e-mail címet, de ez nem szükséges ahhoz, hogy én a szerződésemet teljesít, teljesítsem, nem e-mailben kommunikálok az ügyfelemmel, mégiscsak szeretnék neki például hírlevelet küldeni, akkor neki ehhez hozzá kell járulni. Ezt megteheti vagy papíralapon, vagy pedig ugye a tipikusan bevált weboldalas módon ott ugye az a fontos, hogy mindig, mindig tevőlegesen kell, hogy ezt megtegye. Sokat lehetett hallani erről, hogy ez a bizonyos checkbox, amit bepipálunk, az üres kell, hogy legyen, mert akkor tevőleges a magatartás, hogyha ő pipálja be. Tehát, ha már előre van pipálva, és én csak törlöm ezt a pipát, akkor ez nem ugyanolyan értékű, hát, mint ha, ha én direkt pipálva, módon pipálok? És hát, ha előre van pipálva, igen, akkor, és csak tovább gombot nyomok, akkor nem adtam tevőleges hozzájárulást, csak így rábólintottam, hogy tudomásul vettem, hogy ezt már bepipált nekem valaki, kifejezetten tevőleges hozzájárulást ír elő a jogszabály, úgyhogy nekem kell elhelyezni a pipát. De ez egyébként apróság, euh, mégis, mégis fontos. Mekkora terhet ró ez a vállalkozásokra? ez az átállás? Én azt szoktam mondani, hogy alapvetően három irányú terhe van egy vállalkozásnak, nagyjából 60%-ban jogi teher, tájékoztatókat, hozzájárulásokat kell készítenie, 30%-ban informatikai, át kell gondolni az adatkezelését, van-e kül, van külső támadásra lehetősége, mi kikezeli a vállalkozáson belül az adatokat. Érdemes odafigyelni arra, hogy aki kezeli, valóban van-e vele, van -e vele dolga, vagy csak van egy általános felhasználó a vállalkozásban, és mindenki hozzáfér minden adathoz. Ez, ez az utóbbi, ez például kerülendő. És, hogy, és van egy minimális, egy maradék 10% ilyen szervezetfejlesztési tevékenység, pontosan ezeket a általános adatkezeléseket kell kigyomlálni oda kell figyelni arra, hogy csak akkor kezeljem adatot, hogyha valóban valamilyen dolgom van vele, valamire, szüksége van az, a, az a. Mi a teendője az egészen kicsi vállalkozásoknak, ilyen kis egyszemélyes vállalkozásoknak, hiszen azzal kezdtük, hogy igazából ez, ezzel bővült most nagyon jelentősen, és ez a legnagyobb változás, hogy kiszélesedett a köre azoknak, akikre ez vonatkozik. Gondolja végig az egyszemélyes vállalkozás is, hogy milyen adatokat kezel, Valószínűleg kezel valamiféle ügyféladatokat, Fontos kiemelni, hogy ez a jogszabály a természetes személyeknek, tehát a magánszemélyeknek a tehát személyes adatok adat... A cég adatokra szűk körben vonatkozik, de, de igazán az természetes személyeknek az adatait kell végiggondolnia, milyen adatokat kezel róluk. Tipikusan például kiállíthat egy számlát. A számla alapján kezelheti az ügyfelének a nevét és a címét. Ez tulajdonképpen egy minimális, amit egy egyéni vállalkozó is kezel. Ebben az esetben, mert, ahogy mondtam, megvan a jogalapja az adatkezelésre. De tájékoztatni kell. Helyezzen ki egy ügyfél tájékoztatót a boltjában, hogy mit, mit kezd ezekkel az adatokkal, azokkal az adattartalmakkal, amiket elmondtunk az előbb, és figyeljen oda a tárolás idejére az adatoknak a biztonságára. Majd pedig az adattárolásnak a végén figyeljen oda, hogy a törlés is megvalósuljon, ami egyrészt a saját törlése, másrészt pedig, akinek ő továbbította ezt az adatot, említettük például a könyvelőt őt is kérje meg, hogy letelt az adattárolásnak az ideje, hogy lehetőség szerint ő is törölje. Milyen hatékony megsemmisítési módok jöhetnek szóba? Hát alapvetően ugye meg kell különböztetnünk, hogy informatikai mm. módon tárolom az adatot, vagy papíralapon. Papíralapon való tárolásnál viszonylag egyszerű, ugye ez a bizonyos darálás, <laughs> így van, a, amennyiben informatikailag, akkor az a fontos, hogy visszaállíthatatlanul töröljük az adatokat. Tehát lehetőség szerint ne legyen 5-6-10 olyan mentésem még a gépen, ami amiről honnan bármikor visszatudom ezeket nyerni, ezeket az adatokat, hanem minimális helyen tároljam, és amikor törlöm, akkor onnan vélegesen töröljem. Tulajdonképpen egy mm. Mennyire van. biztonságos mondjuk az internetes felhőben való tárolás? Az internetes felhőben való tárolás egyébként sok esetben biztonságosabb tud lenni, mint, mint egy egyéni vállalkozónak az otthoni számítógépén való adattárolás. Az, arra kell odafigyelni, hogy a harmadik országban, tehát nem az Európai Uniós tagállamokban történő adattovábbításra külön szabályok vonatkoznak. Aki felhőben tárol adatot, az esetek 80%-ában mondjuk a Google Drive-ot használja, a Google pedig egy amerikai vállalkozás. Ebben az esetben bármennyire is furcsa, én Amerikába továbbítok adatot, erről tájékoztatnom kell külön az én ügyfeleimet. Úgyhogy lehet használni, csak plusz oda kell figyelni, bizonyos tendőink vannak. Milyen következményei lehetnek, hogyha én nem teljesítem ezeket az előírásokat, amiket most ránk? A kormány bejelentette ugye, hogy van egy bizonyos várakozási idő, ameddig a KKV-ket nem fogja bírságolni, azonban, amennyiben ez a türelmidő letelik, és addig is már érdemes erre felkészülni, hát 20 millió euró az a bírság maximum, amivel fújthatják a vállalkozásokat. Azért nem, nem várható az, hogy mondjuk egy automosó vagy egy fagyis 20 millió euró bírságot kapna, viszont az éves árbevétel 4%-a az az, ami egy, szintén egy, bírság maximum, és ez már azért egy olyan, olyan, mértékű bírság, ami egyébként lehet is rá számítani jelentősebb jogsértéseknél, és ami komoly prevenciót jelent szerintem. Tehát azért, hogyha mindenki végig gondolja a saját éves árbevételét, annak a 4 át ö, oda tudná -e adni, ki tudná -e fizetni, mint bírságot, azt hiszem, hogy Nem, a nyeresség 4 a bevétel A bevétel 4, a bevétel 4 -a, ez szerintem a komplet profit egyébként bizonyos esetekben, körülben, igen. Körülben, igen. Bodó Gergely, köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióhoz. Köszönöm leszek. szépen.